Mit lehet főzni ebből a koronavírus válság témából, egyáltalán a helyzetből mit lehet kihozni, amikor csicseregnek a madarak és eljött lassan a tavasz. Úgyhogy üdvözlök a mai napi vitaminban, amely segít vállalkozásod fejlesztésében és egy új vállalkozás elindításában. Volt egy nagyon hosszú beszélgetésem a sikerguruval, Andrade Anitával. Mindenféle beszéltünk, nem fogom nyilván kibeszélni, csak azt, amit én mondtam, vagy gondoltam, vagy gondolok. És valahogy megpróbáltam megfogalmazni, és ott fogalmazott meg igazán bennem, amikor erről hosszasan beszéltünk, hogy mi az oka, ami miatt van bennem egy hatalmas nagy nyugalom, nyugodtság, erő, és egy pozitív várakozás. És pont ezen gondolkoztunk és beszélgettünk, ugye, hogy teljesen logikus, persze az ember pozitívan gondolkodik, ma mindenki ezt mondja, beszéltünk Tony Robbinsról, vagy Kiyosakiról, vagy bárkiről, és olyan érdekes, hogy egy pár téma, mihez beszéltünk róla, bennem is jobban kikristályosodott. És az egyik ilyen volt, hogy éreztem már régóta, nem csak a tavasz miatt, mert jön a tavasz, éreztem már régóta, hogy két érzés feszül egymásnak bennem. Az egyik érzés az, hogy nagyon pozitív várakozásra vagyok a jövő felé. És ez nem ilyen hurrá optimizmus, hogy legyünk pozitívak. Van bennem egy nagyon pozitív várakozás. Nem tudom megmondani, kicsit összekavarodott a kép, megmondom őszintén, abban, hogy most tovább megyünk befelé, lefelé, vagy fölfelé, vagy kifelé, vagy bármerre, mert ugye logikus, hogy a koronaválság, vagyis a koronavírus látszatra eltűnt, vagy megoldódott, vagy túl vagyunk ezen a legalábbis az egészségügy részén, a járvány részén, és mindenütt feloldják, mindenki vár a nyárra, de valahogy a logika nem engedi meg, hogy ezt el tudjuk hinni, tudom, nagyon sok elmélet van, tudom, ne linkeljetek, ja, ezt kérem, ne linkeljetek be más, lehetőleg pláne nem őrült videókat, de egyáltalán semmilyen más videókat, a véleményetekre arra kíváncsi vagyok, de hogy egy másik videónak a reklámját ne csináljátok a csatornán, arra kérlek. Szóval gondolkoztam azon, hogy nem tudom, mi vár, nem tudom, hogy mit hoz a jövő, de olyannak kéne lenni logikusan, hogy az ember féljen tőle, ugye? Féljen a bizonytalanságtól, egyebektől. És mégse értettem, hogy miért vagyok nyugodt, miért érzem jól magam, miért várom azt a jövőt, amitől a legtöbben félnek. És akkor próbáltam megfogalmazni, vagy példákba önteni, és akkor jöttem rá, ez olyan érzés, mint, először mondom hagyományos módon, mint amikor ilyen társasjátékot játszol, mondjuk a Monopolit, vagy a Kiyosakinak van, vagy a Gazdák vagy Okosa, ugye ez volt nálunk Magyarországon. Egy játékot játszol, és így nagyon rosszul áll a szénád, mert valami külső baj történt, vagy akár te csináltál valamit rosszul, mindegy. És azt mondja, nem kezdünk egy új játékot? És ha valaki emlékszik rá, hogy egy kicsit ne csak asztali táblás játékot említsek, a Commodore 64-esen volt egy Impossible Mission. Ez volt nekem az volt a csúcspontom a számítógépes játékokban, azóta nem szeretem őket, és ki nem állom a játékokat. De ami a lényeg, hogy ott is volt, hogyha már túl sok életet veszítettél, és ráadásul volt egy-két olyan szoba a barlangba, amelyben véletlenszerűen rakta be a szoftver, de olyan robotok voltak, amit nem tudsz legyőzni, akkor így kerested az újrakezdés gombot. És na ez az érzésem van. Tehát nem azt jelenti, hogy bármit megbántam volna a múltból, vagy hogy nem lenne például egy fantasztikus lakásunk, ahol így csicseregnek a madarak, vagy lakásunk, szóval egy kisebb kastély 300 négyzetméter fölött, azt gondolom, elég nagynak tűnik, vagy egy csodálatos vitorlásom, vagy bármi dolog. Tehát ne lenne olyan az életem, amiben mindennek örülök, és örülnöm kell, mert kell az nem is jó kifejezés, szóval örülök neki, de mindig van bennem, legalábbis most kimondottan, ilyenkor egy nagyon pozitív várakozás. És ezt úgy mondja a német, hogy Vorfreude, ez az előröm. Ugye sokan mondják azt a fajta buta mondást, hogy a legszebb öröm a kár öröm, ez egy baromság, ez egy butaság, el ne hidd. A legszebb öröm a várakozás öröme. És ez van valahol bennem. És mondtam az Anitának, hogy figyelj, de nem tudom megmondani, hogy miért van az, de valahogy én nagyon pozitívan nézek a változások elé. Mert úgy gondolom, hogy ez egy új kezdet, új lehetőség, nem szabad bánkodni a régi dolgokon, nem szabad azon siránkozni, hogy az előző körben mennyi dollárom volt, vagy milyen, nem tudom én, házam volt, vagy bérházam volt, mondjuk Monopoly, vagy hol volt ilyen, vagy a Kiyosakiban, nem emlékszem már pontosan,
hanem az, hogy új lapokat lehet kezdeni osztani. Nem töröm azon a fejem, hogy most akkor először lesz egy defláció, aztán egy infláció, és az egyik a másikba fog átcsapni, és ezáltal gyakorlatilag ténylegesen elpusztítanak minden készpénzt, legyen az bármilyen banki formában, mert lehet. És az arany, meg a tőzsde, meg minden egyéb, mert lehet. És lehet, hogy az ingatlannal ez vagy az lesz, plusz vagy mínusz. Nem tudom, de megvan az újra teremtő képessége a szellememnek, és ez neked is megvan. Ha ezen a csatornán vagy egy ideje, akkor nem hiszem, hogy ez a vírus nem terjed rád, ez a pozitív teremtő szellem vírusa. Biztos vagyok benne. De ha még nem, akkor maradj a csatornán, regisztrálj, meg fogod látni, át fog terjedni. És valahol ez van bennem, valahol ez a nagyon pozitív várakozás van bennem, és ezt szeretném neked átadni, szeretném neked megmutatni ezt a szemléletet. És hadd mutassak még egy dolgot, hogy nagyon érdekes dolog, ez az oroszlán csapatnak a bűne, egy fantasztikus emberek, tényleg mindegyik ember egy fantasztikus a mastermindban, a legendásoknál is, csak most a példa az oroszlánokról szól, hogy ez egy ilyen filmes csapat, és van egy Torrente nevezetű őrült katasztrófa film, amit én kiütést kapok tőle, de be tudtak vinni abba, hogy egy picit belenéztem filmekbe. Én évek óta nem nézek filmet, nem is nagyon bírom végignézni. És hát Star Wars őrültek többek között, meg ez a Torrente őrültek. De mi a lényeg, hogy megnéztem egy új és kis sorozatot, ez a Mandalorian. És persze nem értették, hogy mi tetszik nekem benne, teljesen más, mint nekik, de ez nem baj. Ami a lényeg, hogy ebben van több olyan rész, amikor a 3-4 főhős együtt megy, és van közte robot, félrobot, meg nem tudom, mindenféle, meg mágus, meg Jedi lovag, és ami a lényeg, ez egy Star Wars filmnek a folytatása, és ami a lényeg benne, hogy többször van az a tipikus filmjelent, ami ilyen klisé, hogy megsérült az egyik főhős, vagy mellékhős, de hős, és azt mondja, hogy menjetek, én fedezlek titeket, menjetek. És általában az történik, hogy ott marad, és harcosan lő, és szétlő mindent, és akkor a többiek akkor megmenekülnek, és a végén gyászolják. És nekem ez a vég sose tetszett. És ebben a Mandalorianban kétszer is van olyan helyzet, amikor azt mondják, okay, ez a logikus, amit mondasz, de tudod mit? Fölkaplak a válladra, vagy viszlek így, vagy nem érdekel addig, valahogy visszatartjuk, meggyógyítalak, nem tudom megmondani, de kétszer van olyan helyzet, amikor így százas lemertem volna tenni, hogy na ez tutira ott hagyják, mert ez a normális film tematika, és nem. És azt mondták, hogy nem. Ugyanez van a Matrixban is, amikor döntenie kellett maga vagy a másik élet, azt mondta nem. És valahol ezt akarom átadni neked. Lehet, hogy még nem tudom olyan jól megfogalmazni, de szerintem kezded érezni. Ez van most. Hogy mennyire rettenetes idő jön, nem tudom. De az biztos, hogy ezt a pozitív energiát érezned kell magadba. Ezt a For Friday-t, a várakozás örömét, a lehetőségek örömét. Mert nincs olyan pusztító tűz, ami után ne tudna újra kinőni egy fa vagy bármi, és ne lenne jó táptalaj egy új dolognak. És neked ebben kell gondolkozni. Nem vakon kell pozitívnak lenned, hanem nyitott szemmel. Nyitott szemmel kell pozitívnak lenned. És hát remélem ezt a tudást, ezt a gondolatot átadom neked, ezt az érzést, de nagyon-nagyon-nagyon megnyugtató tud lenni. Nagyon-nagyon izgatott vagyok persze, hogy mi jön, mi következik, milyen új emberekkel fog megismerkedni az új mastermindokba, a régiekből, milyen fantasztikus dolgok nőnek ki, az egyik, aki ilyen visszahúzódó volt, ez csak elkezdett beszélni, remélem lesz belőle egy szuper előadó, a másiknak máshol vannak a sikerei, szóval nagyon-nagyon nagy pozitív várakozás van bennem. Remélem egy kicsit ez átragad rád, nem csak a vírus ragad, mint sok emberre. Mert sajnos arról is van azért tapasztalat, én nem tudom elmondani azt, mint sokan nagy szájjal mondják, hogy jó, hát hol van ez a vírus, ki látta, én ismerek senkit, soha senkiről nem hallottam, hogy ismersök őt, aki beteg lett volna. Hát nálam volt egy nagyon kedves barátunk, egy hölgy, aki beteg volt sokáig, és a feleségem sokat segített neki Reikivel a gyógyításban, és nagyon hamar rendbe jött, nyilván nem ő gyógyította meg egyedül, hanem a hölgy gyógyult meg, hiszen Reikinek ez a lényege, hogy nem te gyógyítasz, hanem az energiák gyógyítanak, és önmagát az ember. De azért rá kell tenni, hogy ez a koronavírus borzasztó. Aztán van egy másik, egy igazi mester, akinek volt egy olyan podcastja most nemrég, magyarról van szó, egy fantasztikus ember, remélem, hogy egyszer el tudom hozni a csatornára, aki mondott egy mondatot, és így
felfordult velem a világ, mondjuk a Star Wars-ba így pörögnek egyet, így felfordult velem a világ egyetlen egy mondatától, és egyébként valószínű, hogy ezt a mondatot még abban a mastermindban, ez benne van egy mesterek mastermindjában, ott még lehet, hogy mások is hallották, sőt biztos is, de velük nem fordult meg a világ, tehát pont nekem szólt. És valahol ez a legfontosabb, hogy ez a, ja ő 4 hete nem tud kijönni ebből a valószínűleg koronavírusból. Szóval én nem tudom elmondani, hogy ez egy veszélytelen dolog, és talán jobban kéne félnem, mint azoknak a nagy hangú nagyszájaknak, akik azt mondják, ugyanhol van ez a vírus, nem ismerek senkit. Én ismerek 2, aki azért kritikus vagy rossz állapotban volt, vagy hosszú ideig. De akkor is egy pozitív várakozás van a jövő felé. Te annyi lehetőség lesz. Nekünk 2008-ban volt a válság, akkor ott kiszálltunk egy nagy irodaházba, és egy új életet kezdtünk, kijöttünk Ausztriába, és nem tudom elmondani, hogy mennyire jó döntés volt. Nem tudom elmondani, hogy mennyire rossz volt, rossz lett van az a gondolat, hogy maradunk a régi életem. És most nem Magyarország ellen szól ez a dolog, hiszen akkor nem magyar hangon, magyarul neked beszélnék. Ugye? Hanem azért, hogy mennyire új utakat. Figyelj ide, a gyerekeknek egy hatalmas felsugrás volt Ausztria. Nekünk is. A feleségem nem tudott németül, de akkor is nagy felsugrás volt. Kicsit tudott, de úgy, hogy néztünk egy filmet, és 50-100-szor megkérdezte, de mit mondott? Vagy néztünk valamit, mindegy. Hát ez volt 12 éve, azóta nem nagyon tévéztünk. És szóval ez a lényeg, hogy keres új utakat, keresd, nyissál ki ajtókat. Ne arra várd, az osztrákokban egyébként az egyik gond, hogy jólétben élnek. A magyarok ezért vagyunk, mi sokkal talpra esettebbek. Ők jólétben élnek, ami azt jelenti, hogy mindenre van egy megoldás, bejáratott élet van, megvan, hogy fizetik a hitelüket, megvan a munkahelyük, szociális biztonság egyebek. És most teljesen pánikban vannak, és mindenki akar vissza a régit. Én nem akarom vissza a régi világot, a régi életet. Ha már az elmúlt, élvezzük az új lehetőségeket, az új gyümölcsöket, amit teremnek a fán, az új életet. És ez van meg bennem, hogy itt a tavasz, jön hamarosan a nyár, remélem a vitorlásomra jutok, remélem csinálok nektek egy pár klassz, inspiráló videót a hajóról is, de mi a lényeg, hogy legyél pozitív várakozás örömével. Az igazi mondat nem az, hogy a károm a legszebb öröm, hanem a legszebb öröm a várakozás öröme. Gondolj bele, amikor várakozol arra, hogy a szerelmeddel végre találkozzál mondjuk pár óra múlva. Ez a várakozás öröme. Amikor várod, hogy egy célod megvalósul, és hulla fáradt vagy, alig tudsz ébren maradni, nem sikerül, 56-szor nekifutottál egy dolognak, de mégis belül örülsz, és mégis belül mosolyog a lelked, mert a várakozás öröme a cél felé való várakozás. Ezt gyógyítsd meg magadba, és amikor ez megtörténik, akkor egy pillanat alatt elmúlik minden félelemettől, a válságtól, a koronától is jó részt, ha bár nyilván azért attól én tartok rendesen, mert én szerintem reálisabban én látom, mint az összes elmélet gyártói, de legyen meg benned ez a gondolat. Szóval nem tudom elégszer elmondani, gondolj pozitívan a jövőre, de nem vak pozitívan, hanem várva, hogy hol, mi. Ne arra várj, hogy visszajön a régi világ. Ne arra várj, hogy magától kinyíljanak ajtók, hanem, mint a Matrixban hoz, kinyitsz ajtókat. Nyissál ki minden ajtót. Ha mögött a patás ördög van, akkor csapd rá. De nyissál ki ajtókat. Ismerkedj meg új emberekkel. Kezdj el többet beszélgetni emberekkel. Erősíts meg a baráti kapcsolataidat. Nézd meg, hogy ki az, aki arra felé halad. Teszteld le, hogyha valakivel együtt töltesz időt, lehet, hogy már 20 éve ismered, megszoktad, most nem a társadra gondolok, sajnos az is lehet, de remélem nem, és végig gondolod, hogy most elmegyek, találkozom vele, egy óra után fáradtabb vagyok, föltöltöttebb vagyok, energetikus vagyok, vagy nem, és próbáld meg megkeresni azok az emberek, akikkel föl tudjátok tölteni egymást. Ez a mastermind. Hát körülbelül olyan 1 órának indult a mastermind, úgy terveztük. Aztán nagyon hamar 2 órára, tehát ilyen este 7-től 9-ig, és hát ezt elég gyakran 3 órára bővítette, főleg az oroszlánok, ők szeretnek nagyon együtt lenni, és hát most megütöttük szerintem a 4 órát, vagy a 3:50-et is, de utána tele vagyok energiával, fölállok, a testem hulla fáradt, de tele vagyok energiával, érted? Ezt keresd meg, és tekints a jövőre úgy, hogy a boldogság vár. De neked kell összetákolni. Úgyhogy sok sikert kívánok hozzá. Holnap találkozunk. Ciao.